Tisztelettel és szeretettel köszöntök minden megjelentett vendégeket, képviselőtestület tagjait. Polgármester úr megbetegedése miatt én fogom vezetni a mai ülést. Jelezte hivatalosan a betegsége miatt, vagy nem tudom mi miatt, a Kerekes Gabi képviselőtársunk, illetve Knap Tibor képviselőtársunk is, tehát igazoltan vannak távol, de megállapítom, hogy így is határozatképesek vagyunk. Felolvasnám a napirendi pontokat, és szavazásra bocsátom. A napirendi pontokhoz betettük a két sürgőségi napirendet is. Mindenki megkapta? Van-e ezzel kapcsolatban valakinek valami hozzáfűzni valója? Ha nincs, akkor felolvasom. Tehát az első sürgőségi döntés elővásárlási jogról a Dunaalatti főút 58-as szám alatti ingatlan 93/1000 arányú tulajdoni hányadának adásvételi tárgyában. Második, a helyi választási bizottság tagjainak megválasztása. Rendes napirendi pontok közül az első, az önkormányzat 2023-as évi költségvetéséről szóló 5/2023-as 3.3 rendelet módosítása. Második napirendi pont, az önkormányzat 2023-as évi költségvetéséről szóló 5/2023 3.3 rendelet végrehajtásáról szóló tájékoztató a 3/4 éves időszakra vonatkozólag. Harmadik napirendi pont, a díjrendelet módosítása. Negyedik, a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 4/2015 február 27-i számú rendelet módosítása. Ötös, gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 29/2003-as számú 11.25-ös számú rendelet módosítása. Hatos, lakások és helyiségek béletéről szóló 4/2010-es 3.30-as számú rendelet módosítása. 7-es, 2024 évi ellenőrzési ütemterv meghatározása. 8-as, megállapodás megkötése a helyi közbiztonságot érintő túlszolgálati feladatok ellátásáról 2024-es évre. 9-es, az óvodák alapító okiratainak elfogadása. 10-es, Dunaalatti Ipartestület 2024 évi műsorszolgáltatás támogatási szerződése. 11-es, a Szigetszentmiklósi Tankeleti Központ úszás támogatásának módosítása. 12. Döntés a TOP plusz 3.1.3/23-as számú helyi humánfejlesztések című pályázaton történő indulásról. 13-as, a Dunaalatti Város drogellenes stratégiája és a Dunaalatti Kábítószerügyi Egyeztető Fórum beszámolója. Kérném, hogy aki ezekkel a napirendi pontokkal egyetért, kérem, hogy szavazzunk. Ki az, aki egyetért? Megállapítom, hogy velem együtt egyhangulag megszavaztuk a napirendi pontokat.